Köszöntöm a hatós csatorna nézőit, a Spílerek mai adásának vendége Dobra Mara, Mária. Igen. Úgyhogy ez az első dolog, hogy tisztázzuk, hogy Mara vagy Mária, mert például még az egyik nagy ilyen tartalomszolgáltató oldalon is két névvel is szerepelsz, és az ember elbizonyítottak, hogy vajon ugyanarról a szeméről van-e szó. Igen, és ráadásul pont most gondolkoztam, hogy betelefonálok, mert hogy megosztva vannak az előadásaim kiírva, tehát a fele itt, fele ott, úgyhogy igen, de az egyik felén úgy szerepelsz, hogy Dobra Mária játszik ebben és ebben. Ebben az RS 9-ben, a Dobra Mara meg játszik az 5-ös 10-ben. Hogy alakult ez ki, hogy két neved lett? Mária vagyok, Dobra Mária. De ahogy színházba kerültem 18 évesen, rögtön elkezdtek marázni, senkinek nem állt a szájára a Mária. Én pedig a Marit és társait valahogy nagyon nem szerettem. Gyerekkoromban sokat hívtak Marinak, Marikának, és ez mély nyomot hagyott bennem. Úgyhogy mindenki Marának ismer, de egy ideig ragaszkodtam a Mária névhez. Örültem, hogy elfogadom, hogy én Mária vagyok. Büszkén most már kimerem mondani, nem mint gyerekkoromban, hogy ez egy kínos név volt, régi név. Évekig vállaltam a Máriaságomat, pár akkor mondták, hogy változtassam meg, és most, amikor már inkább Mara vagyok tényleg, most meg már nehéz kitörölni ezt a Máriát, úgyhogy dilemmázok, hogy mi legyen, legyek örökre Mara, vagy szóval maradok így kettősen. Ez a Mara. Ez a Dobra Mara, ez olyan... Nagyon jó hangzik, nagyon jó a csengése szerintem. Még Úszján stúdiós koromban egyszer kértek Dobra Marát a színpadra, és a kellékes rohant, hogy ilyen sürgető Dobra Marának, és... És azt hittem, hogy egy dobos előadás volt, hogy dobra kell valami, és azóta ez így bennem van, mint kis félelem, hogy valami tárgynak hisznek. Pedig nem. A Kaposvári Egyetemre jártál, ott végeztél színésztakon, és aztán évekig dolgoztál Veszprémben, és aztán egyszer csak valahogy ennek vége szakadt. És azóta így, amennyire én láttam, össze-vissza különböző produkciókban, de nem társulati tagként létezel. Igen. Hogy alakult az, hogy eljöttél Veszprémből, és aztán merre alakult az élet? Hát még most is alakul. Szerintem hivatalosan még most is társulati tag vagyok, mert én szültem egy kisbabát, azért jöttem el, de nem is nagyon tartom velük a kapcsolatot, úgyhogy papíron még oda tartozok, tehát de... Tehát megyest még kapsz, igen, ezek szerint. Igen, még van pár hónapom. Nem tudom, hogy mi lesz. Most keresem a helyemet, hogy nagyon, nagyon jól esik ez a kalandozás, hogy mindenféle munkákat megpróbálok. Én nagyon, nagyon odaszorultam 7 évre, tehát amellett alig volt időm más csinálni, vagy bele is lustul az ember, hogy megvan a fix pár szerepe egy évben, és akkor nem keresi annyira a plusz lehetőségeket. Most pedig ez a nagyon sokféleség, ez nagyon... jót tesz technikailag, emberileg minden, hogy de a nagy színpad nagyon hiányzik, úgyhogy ez egy nagyon nagy dilemmám, hogy merre tovább. Igen. Amikor ti Kaposvárra jártatok, ti voltatok az első évfolyam. Ebből ti mit éltetek meg, tehát, hogy mennyire volt akkor a képzés kész, vagy mindenki tanulta, hogy is, meg mint is működik ez a tanítás ott? Hát nagyon kivételezett helyzetben voltunk. A színházban oda nem szabadott bejárnunk, mert ugye első osztály ne keveredjenek a felnőtt színészekkel. De kicsit irigyek is voltak ránk, mert Babarczi László, az osztályfőnökünk nagyon, nagyon szeretett minket. Többünket már régen nézett évekig felvételizni a színművészetire, és ilyen vegyes fiatal és kevésbé fiatal osztály állt össze. És hát nem volt kész a képzés, de ránk annyira figyeltek, hogy tényleg mindent megkaptunk, tehát... utána sajnos mutatta ki a... hátulütőjét a szervezetlenség, vagy hogy fogalmazza. Tehát, hogy mi mindent megkaptunk, emberfeletti energiákat, és a következő osztályok szívták meg, ha szabad így mondanom, hogy nem volt kialakulva igazán a rendszer, nem voltak bejáratva az órák, tanárok. De mi mindenből próbáltuk a legtöbbet megkapni, vagyis hogy ők próbálták megadni nekünk. Amikor elkerültél Veszprémbe, akkor nagyon
nagy meglepetést okozott, hogy milyen, hogy is működik a színház? Mert nyilván egy iskola falai között az ember tök másként dolgozik is, meg másként is képzeli el, hogy milyen majd, amikor kikerülök az életbe, és majd ott a nagy színpadon. Tehát, hogy mennyire volt meglepetés az a fajta mégiscsak rutin, meg ipari működés, amit egy ilyen színház megkövetel. Én előtte a Madácsban voltam érettségi után egy évet, ami igazi gyár, stúdiósként benne voltunk, nem tudom, 15-20 előadásban is talán egy évben. Utána új színház stúdiós voltam, tehát nem volt idegen tőlem, és Kaposváron is játszottam gyakorlaton. Ráadásul egy nagy színpadi zenés a Sár Tamás rendezte ősbemutatóban. Tehát nem volt meglepetés, inkább fordítva, hogy inkább olyan nagyon csöndes volt ez a város. Csöndes volt, kevesebb próba volt, hogy főiskola után furcsa volt, hogy csak déltől kettőig vagyok kiírva próbálni, és máskor pedig reggel 8-tól este éjszakáig benn kellett lennem. Tehát inkább egy fordított, egy ilyen kötelező fékbekapcsolás volt, meg viszonyfelmérés, igen. Amikor elmentél babázni, akkor hogy nem oda mentél vissza, hanem itt a város különböző pontjain lépsz föl, az annak a döntésnek az eredménye volt, hogy nem akartál távolságba menni, vagy pedig ezekre a helyekre hívtak? Játszom most vidéken is például Komáromban, tehát távolság az nem feltétlenül kizárók. Nagyon messzi városban már volt, hogy inkább nem indultam el, de egy-egy darabot be tudok vállalni. Igazából nem kommunikálunk annyit az előző igazgatómmal, úgyhogy ez az oka, hogy nem vagyok ott. Nem beszéltük meg, hogy mi legyen, vagyis amit megbeszéltünk, az nem úgy lett végül, úgyhogy majd gondolom beszélünk még. De egyébként te vágynál, nem is Veszprémbe, de ugye azt mondtad, hogy hiányzik a nagy színpad, tehát hogy vágynál kőszínházi nagy színpadra? Tehát, hogy látod magad előtt, amint megkeresel valakit, és akkor azt mondod, hogy szeretnék részt venni a munkában, szeretnék ehhez a társulathoz tartozni. Van ilyen egyébként, akikhez szívesen bekopogtatnál? Konkrét elképzelésem nincsen, vagy inkább több is, vagy túl kevés, tehát ha nem is bekopogtatni, de igen, nagyon el tudom képzelni most magam. Kíváncsi vagyok igazából, hogy az elmúlt 2-3 évnek a sok-sok tapasztalata ez, hogy ütközik ki egy rendes nagy színpadi nagy szerepnél. Nagyon kíváncsi vagyok, igen. Március 31-én volt a bemutatója az 5-ös 10-ben annak a darabnak, aminek az apropóján egyébként beszélgetünk. Ennek a címe, hogy halmozottan hátrányos helyzetű angyalok kara. Ez egy nem hétköznapi cím, de maga az előadás sem az. Mesélj egy kicsit róla, hogy mi is ez a produkció. Ezt a darabot Bari Jutka írta, első színdarabja. Nagy kutatómunka előzte meg. Szerencsére most pont ebben az évben ez egy felkapott téma lett a hátrányos helyzetből induló lányoknak a sorsával foglalkozni. Mi tavaly elkezdtünk egy projektben együtt dolgozni, Simon Balázs és Bari Jutka egymásra talált. Bari Jutka akkor interjúkat készített Tarnazsadányban ott dolgozó nőkkel. Nem is tudom, hogy ezekről mennyit lehet beszélni, de egy nagyon-nagyon érdekes és mély felkavaró anyagot gyűjtött össze. Prostituáltakról van szó, igen. Kiskorú prostituáltakról, akik már illetve fiatal idősödő is. Igen, tehát a fiatal korukban prostituálódnak, és akkor ugye... Igen. Egész falvak élnek ebből, és ez nincs is kimondva. Ekkor elkezdtünk ilyen előadásokat, előadáscsírákat csinálni, improvizációs előadásokat. Én Balázsékkal ekkor dolgoztam először, de nekik ez bevett formájuk volt már, hogy improvizációs előadásokat csinálnak, konkrétan a célközönségnek, tehát zárt intézetekbe jártunk, Esztergomba, Rákospalotára, itt Pesten is lányokhoz, lánykollégiumba, és ezeknek a tapasztalatoknak
az összegzéseként kezdte írni a Jutka a darabot. És egy érdekes kohézió lett ebből. Mindenféle dolgot bele akart írni. Folyamatosan mai napig változik még a darab, velünk együtt visszük bele a mondandónkat. Igazából az egész mai magyar társadalomról éles kritikát fogalmaz meg. Igen. Ti is jártok ilyen lánynevelő intézetekbe. Milyen? Tehát ugye nyilván hallunk, látunk ilyet, televízió képernyőjén, újságban olvassuk, de amikor oda bekerülsz ebbe a közösségbe, akkor az milyen élmény? Én elsőre nagyon megijedtem. Jött 30-40 lány, és mi ott páron, ott készültünk a kis előadásunkkal. De amennyire nyíltan, egyenesen bekapcsolódtak ezekbe az annó még improvizációs jeleneteinkbe, az viszont fantasztikus élmény volt, tehát rengeteg energia jött teljesen szűretlenül, vágatlanul. Kaptunk hideget, meleget, és most már jó ideje járunk. Egy második stáció ijedelem után az volt, hogy nagyon megsajnáltunk egy-egy lányt, aki kedves lett nekünk, belegondoltunk a sorsába, megtudtunk róla több mindent. Az ember próbál segíteni, természetesen nem lehet, nem is szabad valószínűleg belekotorni az életükbe így. És most jutottunk el oda, hogy barátként gondolok rájuk, és így a legfurcsább, hogy nagyon nagy igazságtalanságnak érzem, hogy ha ennek mondjuk vége lesz nekik, milyen lehetőségeik lesznek, és mennyire dönthetnek majd saját sorsukról. És akkor ilyenkor az ember próbál annyit beszélgetni, és annyit belevinni ezekbe a kis találkozásokba, hogy talán valami reményt mégis kínál nekik, megmutat, hogy lehet, megéri kicsit nehezen, de elindulni. És úgy látod, hogy azok a beszélgetések és azok a foglalkozások, amiket ti csináltok velük, az tényleg hasznos? Tehát, hogy elképzelhető, hogy amikor ők kikerülnek innen, akkor el tudnak indulni majd egy új úton? Egy másik utat tudnak választani? Nyilván egy csomó minden közre kell, hogy ehhez játszon, de hogy ez is lehet egy... Hiszen ezért csináljátok alapvetően, igen. Persze, de hogy... Az esztergomi három alkalmunk után írtak a lányok egy-egy levelet, valami felmérést végeztek ott, hogy milyen hatása volt mindenféle programoknak az évben, és azok a visszajelzések nagyon pozitívak voltak, nagyon sok direkt mondatot is kaptunk, hogy most már ezt megtanultam, így nem fogom elhinni ezt és ezt, vagy... Most ez a hosszabb rákospalaitai munka, ez más, ez inkább most nekem az emberi kapcsolatokról szól, hogy majd milyen színház lesz ebből, azt még nem tudom, de én ebben talán még jobban bízom, hogy talán a kommunikációt, talán a nyitottságot, hogy amennyire mi is olyan lassan szoktunk össze, lassan mertünk egymáshoz szólni, hogy ez talán ennek a pár lánynak, aki itt maradt velünk, az könnyebben fog menni, hogy megszólítson valakit, kérjen, vagy elmondja, hogy mit gondol. És te hogy látod, hogy ők ebbe belesodródtak, biztos sok történetet hallottál már, az törvényszerű? Tehát nem lehetett volna más útjuk, vagy egyszerűen rosszak voltak a döntéseik? Vagy ezt nem lehet nagy általánosságban azért elmondani, mindegyik nyilván más, de azért hát, ha van egy ilyen... Hát vannak adott helyzetek, amit sajnos készen kapnak, tehát beleszületnek egy olyan helyzetbe, ami vagy beletanulnak egy viselkedésformába, ami nem is tudják. Igazából nincsenek is döntéseik, ezért nehéz erről beszélni, tehát hogy vagy nehéz válaszolni erre, mert igen, mi is sokat beszélgettünk erről, és eljutottunk, hogy valahogy azt kell megmutatni, hogy lehet dönteni saját magadról. Tehát a te kezedben van,
mindig van választásod. Ezt nem tanulták meg, hogy van második út, harmadik, negyedik, tehát hogy... Értem. És az előadás, ami természetesen nem ezekből az interjúkból és ezekből a jelenetekből fog állni, hanem az egy tulajdonképpen fiktív történet, annak te vagy a női főszereplője, Anasztázia. Ki Anasztázia? Anesz, egy 16 éves, igen. 16 éves prostituált, Tarna Ménesről, egy családfenntartó, mondhatni tipikus lány. Talán abból, jaj, szörnyű, hogy egy ilyet kimondok, tehát igen, szóval tipizálható esetű lány. Abban különbözik talán, ez emelheti mondjuk főhőssé, hogy megvan benne valamiféle alapvető igazságérzet. Talán nem fél a fájdalomtól, valami vele született lényegi dolog hajtja, és ezért túl tud lépni másodszor is, harmadszor is. Nem tud ő sem dönteni, nehezen tud dönteni, körülötte döntenek, helyette döntenek, de mer. Ugye ő is egy prostituált, akinek ráadásul van egy kisgyereke. Igen, igen, igen. Mennyire nehéz volt színészként ez a feladat, ez a munka? Mennyire viselt meg emberileg? Hát ez egy nagyon hosszú próbafolyamat, ezért furcsa. Most így a végén. Most érzem a lerakott súlyokat. Ráadásul most 3 hónapig próbáltuk ezt, ez közjánzi előadásokhoz képest nagyon hosszú. Megszoktam, hogy 5 hét alatt kell valamit összedobni, jó esetben 6 hét, de a 4 hét sem meglepő. Akkor az ember nagyon gyorsan beledarálja magát, belehal az utolsó héten, és aztán talán ki is lehet ugrani, és az előadások során visszamegy. Itt nincs erre lehetőség, nagyon, ugye tavaly elkezdtük ezt a munkát, már akkor egy Anasztázia nevű karakterrel jártam a lányokhoz, úgyhogy ez nagy rétegenként ivódik belém ez a lány, ez a nő. Még nem tudom, hogy mi marad belőle, de én is sokat tanulok tőle, a nyerségéből, a kiszolgáltatott szabadságából. Még nem tudom, de várom, hogy ez mit fog. Sokat futok most. Sokat járok kocogni, hogy tudjam vinni ezt a vállamon. Egyébként te, amikor hazamész, akkor ott marad rajtad a szerep? Tehát hazamész a családodhoz, a kisgyerekedhez? Régebben otthon maradt, és amelyet a gyerekem van, nem. Tehát ha egyedül vagyok, akkor vagy. Nem, most nagyon élesen tudok váltani, szerencsére. Tudatalat persze ott marad, és mindenféle indirekt helyzetekben előjön, de remélem, a gyerekem ez nem viszem haza. Tehát gyorsan kiváltok, és valami apróságnál jönnek elő a maradványok. Most ezt az előadást játszátok, de említetted, hogy ott is születik majd Rákospalotás egy előadás. Abban ti, ugye az egy feldolgozó foglalkozás, ez nem ilyen klasszikus értelemben színházi előadás, ha jól gondolom, ugye? Még nem dölt el a végleges formája, még ott tartunk, hogy improvizálgatunk. Most pont úgy hagytuk ott őket, hogy gondolkoznak, hogy ők mit szeretnének ezzel az előadással magukról mutatni, mit szeretnének mondani, hogy ne mi adjunk a szájukba valamit esetleg, ami... De lehet, hogy egy színházi előadás lesz végül, amit tudnak vinni, lehet, hogy ez lenne a legjobb nekik, hogy sokat játszani. Hát ez majd még kiderül, ez még messze van. Igen, mert ez májusi. Igen, május vége. Terveztetek. Igen. Amikor olvastam egy interjút veled, akkor azt nyilatkoztad, hogy mert úgy szólt a kérdés, hogy mindenkinek föltesznek, hogy ugye már gyerekkorodban is színész akartál lenni, és akkor elmondtad, hogy egyáltalán nem, mert
Nem akartál, két dolog nem akartál lenni. Igen, micsoda? Orvos és színész. És miért? Hát rettegek a vértől, bármiféle testi, húsi szúrástól. Hát a színpadtól pedig rettegtem. De aztán egyszer csak történt egy váltás. Hol eredeztethető az, amikor mégiscsak úgy érezted? Tudom, balettoztál is, meg zenész család. Sajnos nem tanultam ki semmilyen hangszert, mert a balett érdekelt. Sok minden érdekel, de valószínűleg ez a sok gondolat, ami bennem volt, nem tudott sehol kijönni, és ezért elkezdtem verseket mondani, abba úgy, a fix szövegbe úgy, mögé bújva egy arcpírral belemertem rakni a kis érzelmeimet, és amikor ez rájöttem, hogy jól esik, és valami kijött, és esetleg sikereket értem el vele, hívtak verset mondani, versmondó versenyeket nyertem, akkor hirtelen rájöttem, hogy ezt valahogy muszáj csinálnom. Amúgy is meggyőződésem, hogy valószínűleg nagy százalékunknak kényszer ez a színészet. Már hogy érte sajnos, hát, hogy nem tudunk meglenni anélkül, hogy kidolgozzuk ezt a plusz energiát, ami valahogy annyira mozgolódik, hogy muszáj utat találni, és a saját személyiségünk óvása érdekében. Tehát akkor belebújunk más emberekbe, ott kifogalmazzuk azt, ami... Ha ma választhatnál, akkor ezek szerint most is ezt a pályát választanál? Nem nagyon tudnék mást. Azt el tudom képzelni, hogy kiskoromban észbe kapok, és valami szuper hangszert. még egy hangszert el tudnék képzelni, vagy táncot komolyan véve. De miért mondod azt, hogy magadat, ugye nem ezt a szót azt mondani, kifogalmazni, de hogy mégiscsak, hogy ez egy kényszer, és mert különben az azt jelenti, hogy amúgy egy belsőleg élő valaki vagy, aki izgul, aki nem szeret esetleg megnyilvánulni dobra maraként, és akkor úgy érzed, hogy ott fejezheted ki azt a sok mindent, amit egyébként mondjuk elfolytasz magadban? Régen így volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon gátlásos gyerek voltam, és az én direkt kommunikációban mai napig megmaradt, tehát például nagyon nehezen tudok így direktbe beszélgetni, interjút adni, mindig elmenekülök az ilyen helyzetektől. Most így felnőtt fejjel, nem, a mindennapi életemben nem vagyok zárkozott, tehát kifejezetten hangos vagyok, vagy már megtaláltam magamat, de ez a zárkozott gondolkodó lény, neki talán ez a kifelé útja. Igen. Igen, valószínűleg ott nyílik meg. De otthon is akkor ilyen fegyelmezett vagy otthon? Nem, inkább akik így futólag ismernek mostanában, nagyon-nagyon bulizós vagyok, nagyon, nagyon pörgős, nagyon rohanós, nagyon kapkodós, és ezt inkább a nyugodt oldalamnak, pont a gondolkodó oldalamnak talán nincsen kapuja kifelé, hanem csak a munka. Igen. A kisbabáddal, aki nem tudom, három felé közelíthet? Kettő és fél. Ővele mennyire intenzív a kapcsolatotok? Nagyon, nagyon intenzív, de hangosnak mondanám. Tehát mi nagyon hangosak vagyunk együtt. Kislány. Úgyhogy abukájával van ez a mély szerelmi viszony. Mi pedig hangoskodunk, hülyéskedünk, kicsit valami ilyesmi. Csecsemőkorában még nagyon kis intim dolog volt, de most egy ilyen barátnős, pörgős. Nincs benned, ugye mindig van ez, hogy a lelkismeretfordulás van az emberben, hogy nincs eleget otthon, hogy nem tud eleget foglalkozni a gyerekével, benned ilyen nincsen? Pont azért nincsen, mert az apukájával is annyira szeret lenni, hogy ez egy valahogy szuperül be tudjuk osztani az időnket,
És tényleg néha nagyon keveset vagyok otthon, de akkor meg tudom, hogy ott van ő, és akkor akár volt, hogy hetekig alig látott, és kicsit persze haragudott rám, de ez csak egy pár napig tartó dacolás volt, és remélem nem hagytam mély nyomot benne. Biztos nem. Igen. Mindig azzal nyugtattam magamat, amikor kicsik voltak a gyerekeim, hogy az a fontos, hogy az idő, amit ott töltünk, az intenzív legyen. Igen, pontosan. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A nézőknek köszönjük a figyelmet. A halmozottan hátrányos helyzetű angyalok karára várják Önöket a színészek ma este, és áprilisban is még egy alkalommal, de májusban sem maradnak le róla. Úgyhogy figyeljék az Ötvös Tíz honlapját. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra. Viszontlátásra.